Főtisztelendő püspök atyapap testvérek, kedves pedagógusok! Az irgalmasság évét tartjuk, ahogy hallhattuk is a délelőtt folyamán elhangzott elmékedésekből, és az irgalmasságnak hagyományosan van testi és lelki cselekedete. Talán valaki nem is tudja az itt lévők közül, hogy a tanító, a pedagógus az az irgalmasság lelki cselekedetének egyik fajtáját mindig gyakorolja, a tudatlanoknak a tanítását. Mert ez benne van. A lelki cselekedetek között a kétkedőknek jó tanácsot adni, bűnösöket meginteni, bántásokat elviselni, élőkért, holtakért imádkozni, de a tudatlanokat tanítani, ez az irgalmasságnak a cselekedete. De messzire kell mennünk, hogyha erről elmékedünk, nem Ádám Éváig, hanem magáig a Jóistenig. Hiszen a mi hitünk kinyilatkoztatott vallás, és már az Ószövetség is az volt, az újnak az elődje. És mi volt a kinyilatkoztatás? Egy isteni tanítás. Amikor Isten fölfedte önmagát, Isten megmutatta az embernek az élet célját, és ehhez parancsokat adott, ehhez segítséget adott, és egyre inkább föltárulkozott önmagában, hogy kicsoda is ő az ember számára. Ezért már az ószövetségi emberek is úgy fordultak Isten felé, Jahve felé, hogy ő az ószövetségnek a legnagyobb tanítója, és ahogy Mózes leosztotta a szolgálatokat, úgy tette az Isten a kinyilatkoztatás folyamán, különböző tisztségek formájában a tanítást tovább vitte. És miután a kinyilatkoztatás az egy fejlődő folyamat, nem az Isten változik, hanem az ember. És az ember fogott föl egyre többet az Isten valóságából. Ezért nem lehet szembeállítani az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Nem lehet azt mondani, hogy az Ószövetségben az Isten gyilkolást parancsolt, meg hogy lopják el az egyiptomiak kincseit, és így tovább, hanem ők egyre többet fölfogtak abból, hogy valójában mi lenne az Isten szerinti életmód. Ezért a zsoltárok annyiszor fohászkodtak, hogy vezess engem az utadon, és mutasd meg igazságaidat és törvényeidet. És ezért a kezdet kezdetén a szülőknek, nevezetesen a családapáknak is már feladata volt, hogy átadják a hagyományt. Tanítsd meg fiaidat! Ez az ünnepekre vonatkozott, és miután a zsidóságnak a legnagyobb ünnepe a húsvét volt, ezért az mindig kapcsolódott a családatya tanításához, hogy miért ünneplik a zsidók és milyennek a múltja. De aztán a tanítás magasabb fokon a leviták, törvénytanítók, papok által továbbítódott. A Mózesnek adott nagy kinyilatkoztatást nem csak őrizték, hanem magyarázták is. És aztán jöttek a próféták, akik aktualizálták a törvényt. Ugyanis belevesztek az útvesztőbe a farizeusok és a törvénytanítók, aféle ilyen szőrszál hasogató jogászokká váltak. A proféták ezzel szemben a lélek felszabadultságával az egyes helyzetekre alkalmazottan az isteni szót lebontották az emberek számára, olykor jelképes cselekedetekkel,
dorgálással, biztatással, és néha ilyen homályos orákulumokkal, jövendölésekkel, amelyek utólag váltak inkább csak érthetővé. És aztán az Ószövetség legvégén jött a bölcseknek a kora, itt is látszik az, hogy a kinyilatkoztatás az nem önmagában áll bele a világba, mint tanítás, mint igazságközlés, hanem az embernek adott értelmet is felhasználja, mert a mi hitünk értelemszerű meghódolás az Isten előtt. És ha olvassuk akár Jézus Hirágfia könyvét, a bölcsesség könyvét, vagy a többi irodalmat, ami ugye a Krisztus előtti harmadik században íródott, akkor láthatjuk azt, hogy ha majdnem hasonlókat olvashatunk a pogány auktoroknál, amit ők mondtak. És ezt még az Új Szövetség is felhasználta, hogy ami értékes volt a pogányság gondolataiban, azt átvették később a teológiai okfejtésekben is. És hát jöttek a különböző előkészítő gondolatok a bölcsesség által, ami a bölcsesség megtestesült formáját, magát, Jézus Krisztust készítette elő. Hiszen amikor mi azt mondjuk, hogy Isten bölcsessége, akkor az maga Jézus Krisztus. Ha valaki Isztambulban, régi Konstantinápolyban jár, van a Hagia Szófia, vagy Hagia Szófia, törökök mondják, hát a isteni bölcsesség temploma, az nem általában bölcsességé, hanem ott van a Pantokratorra fölfestett Krisztus, hogy ő az Atya megtestesült bölcsessége. És maga Jézus folytatja a tanítást, és tökélyre viszi. De nem úgy beszél, mint a proféták, hogy ezt mondja az Úr, ezt üzeni, hanem én pedig mondom nektek. És Mózes tekintélyét is fölülmúlva úgy tanít, hogy az ő szava az Atyának a szava. Egyébként maga Jézus 3 éves nyilvános működése alatt még emberileg is óriási teljesítményt vitt végbe. Hát hallottuk az evangéliumból, hogy mentek a szolgák, nem tudták elfogni, mert így még ember nem beszélt. És úgy tudott tanítani, hogy elfeledkeztek az éjségről. Ott van a nagy tömeg, ez a csodálatos kenyérszaporítás előtti esemény volt. Hallgatják, hallgatják, megfeledkeznek róla, hogy éhesek. Úgy tudott tanítani, mint akinek hatalma van. És azt is mondta, ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. És való igaz, bár nem sokat írt, egyszer írt talán a földre, amit följegyeztek, de amit lejegyeztek, az evangélium ezért örök tanítás, mert Jézus szavát örökíti meg az egyház hitének, megért tapasztalatának az átadásában. És maga Jézus is küldött tanítókat. Még a nyilvános működése alatt is mondta, hogy menjetek és tanítsatok. Akkor visszajöttek, beszámoltak nekik, hogy csoda dolgok történtek. És akkor Jézus figyelmezteti őket, ne annak örüljetek, hogy valami nagy csodát tettetek, még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek, hanem hogy nevetek, föl van írva a mennyben. És az utolsó nagy parancsa, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. A tanítványság régi értelmében ők együtt voltak a mesterrel. Tehát nem csak egy információ közlés volt, hanem egy életformának az átvétele, és ezt adták tovább. De azt jól tudjuk,
hogyha tovább-tovább adunk egy tanítást, egy igazságot, az el is deformálódhat, mert nem úgy adja át egyik ember a másiknak, mint ahogy hallotta, és a végén már egészen más hír jut el hozzánk, mint ami először elhangzott. Ezért küldi a Szent Lelket, mint egy biztosítéknak, hogy mindig a jézusi tanítást elevenítse meg az egyház tanító működése által. Elküldi maga helyett a harmadik isteni személy, és a Szentlélek egyrészt eszükbe juttatja mindazt, ami fontos Jézus tanításából, másrészt pedig egy ilyen isteni kegyelemmel ki is teljesíti azt, ahogy ezt Jézus több példázatában mondta, hogy olyan ez, mint mikor elvetik a magot, szárba szökken, és aztán bő termést hoz. Ezért, ami az evangéliumokban olvasható, sokszor csíraszerűen, az kiteljesedik az egyháznak a tanításában. És a Szentlélek adományai között, amit hagyományosan is föl szoktunk sorolni, hát legalább három kifejezetten a tanításhoz kapcsol bennünket, az értelem, a tudomány, a bölcsességnek az ajándékát adja. És így kezdettől az egyházban voltak tanítók, de nem általános iskolák voltak, de voltak katekéták, akik a hitet adták tovább katekumenek, de már a második században egy Szent Justinus személyében és iskolája formájában megjelenik az a tanítás, ami a pogányoknak a gondolatait is valamiképpen fölhasználja. Fölhasználja és inkulturáltá teszi az emberek számára, érthetővé teszi a jézusi tanítást. És amikor lehetőség nyílt rá, akkor egymás után iskolákat nyitottak a keresztények. Ezért oly érthetetlen, mikor egy 3 hete voltak a pedagógus tüntetések, ilyen táblát is vittek, hogy a papok menjenek ki az iskolába, hogy az egyház menjen ki. 19. század óta van általános kötelező oktatás. Az előtte lévő, nem tudom, 1500 évben az iskolákat csak az egyház tartott fönn. Tehát hozzá tartozik szervesen a tanítás a keresztény létformához. De mint minden, a mai időkre gellert kapott. Minden egész eltörött. Ezt mondhatnánk már a tanításra is. Nem úgy áll a dolog, mint egy Gárdonyi Géza idejébe, hogy bementek a kis nebulók, és akkor ő, mint az én falumban az én tanítóm, írni, olvasni, számolni megtanította a gyerekeket, köztiszteletben állt a tanítóbácsi, ennek is már vége van. Ugyanis egy egészen fölfordult világban élünk, amikor vagy a szó devalválódik, vagy az igazság relativizálódik, és egyáltalán a gyerekeknek a hozzáállása is egészen más, a technikai civilizációval valamiképpen leszűkül az információra a tanítás, a nevelés már kimarad belőle, és ennél fogva fölvetik a kérdést, hogy van-e értelme még hagyományos iskolának, nem lenne jobb ott ülni a számítógép előtt és kitölteni valamit, és így kapna egy-egy bizonyítványt a gyerek, hiszen néha, mondjuk meg őszintén, egy idősebb ember, már én is majdnem kisebbségi érzetem van a gyerekekkel szemben a számítógép területén, nem is olyan rég egy ilyen család jött hozzám, beszélni nem tudó gyerek 2 év, 3 hónapos volt, mint az égedelem olyan rossz volt, elővették a tabletet, odaadták neki, gyorsan kikereste a mesét és nézte.
és csend volt, és odafigyelt rá a gyerek, és megnyugodott. Hát a többiről nem is szól, ahogy van a Y nemzedék, aztán mit tudom én, a Z nemzedék, aki már mit, a számítógéppel együtt született, egy ilyen hozzá van kötve a tablethöz, meg mi minden máshoz, és egy virtuális világban él. És már olyan van, hogy virtuális családok vannak. Eljátsszák azt, hogy neked a világ végén van egy apád, van egy anyád, és ilyen virtuálisan éltek, ezt éppen most hallottam, és elmentek együtt virtuálisan kirándulni. Ez komoly. Csak még nem tudom, hogy a virtuális ebédet hogy fogják megoldani. Mert ez nehéz lesz. És egy virtuális személyisége lesz a gyereknek. És ha igaz az a mondás, hogy non scholae sed vitae discipulus, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, ha magunkba tekintünk és mérleget vonunk, akkor félig meddig csődöt mondtunk. Mert az élet mit igazol? Milyen lett a fiatalság? Milyen név állt? Mindig szokás volt szidni őket. Hát ezt már a babiloni tábláktól kezdve az egész történelemben mindig szitták a fiatalságot. Van is egy ilyen gyűjteményem, ami ha elé adunk, hogy milyenek a mai fiatalok, ezt mindig megértük. De most valami egészen más világot élünk meg a fiatalokkal kapcsolatosan. Egészen másat. Hát amiről én most így csak így másodkézen át hallottam, hogy abszolút evidenciákat, a nemeket, meg mindent fölforgatnak, ami addig teljesen érvényes volt az emberiség történetében a 20. századig, most minden fölfordult. És akkor oda jutunk, épp valaki mesélte, aki pedagógus növendékeket tanít, de ugyanakkor egy ilyen révambulanciának a vezetője is, azt mondja, hogy ezek a növendékeknek egy része hozzám jár kezelésre. Érthető? Hogy azok, akik tanítanak, a mai kornak a gyerekei lelkileg, pszichikailag betegek. Ebből adódóan mit értünk el a nagy oktatási rendszerünk, hogy mindent tudunk gépesíteni? Ha mi lelkileg megbetegedtünk, családjaink fölbomlottak, emberi életünk sokszor olyan, hogy depresszióba zuhan bele, és már gyerekek depressziósak, akkor nem nagyon dicsekedhetünk. Pedig azt mondta a zsoltáros, az élet útját mutatod meg nekem, és te vagy az én gyönyörűségem, szemed előtt örülni gyönyörűségem. Hát ilyen a mi életünk? Föltetnénk a kérdést. Mi nem szociológiailag akarjuk megoldani, mert a szociológia arra való, hogy rögzítse a mostani állapotokat. Valahol eredetileg szeretnénk megoldani. És ha van értelme egyáltalán az egyházi iskolának a másik iskolával szemben, akkor az nem az, hogy jobban tanítják a matematikát, fizikát, bár nagyon jó volna, hanem az, hogy fölmerít tenni az élet nagy kérdéseit. Mert különben egy másik iskolában hát melyik tantárgyhoz lehet hozzákötni? Talán most már az etikához. De ott nincs meg akkor, vagy miért legyek jó. Tehát az élet nagy kérdéseit, az egzisztenciális dolgokat csak egy egyházi iskolában lehet föltenni kérdésként. Ez nem azt jelenti, hogy a természettudományos tárgyakat is ilyenné kell alakítani, de van egy nagy cél, akkor alárendeződik a többi. Az igazság, a jóság, a szépség és minden érték, hogyha megvan a nagy cél. És ez a mi nagy helyzeti előnyünk, és ezzel élnünk kell. Tehát, hogyha van létjogosultságunk, akkor az, hogy éppen az élet útjára ezeknek a kérdéseknek, amit így mondott annak idején a kis katekizmus, miért vagyunk a világon?
mi az értelme, hogy egyáltalán él az ember? Hogy erre választ keresünk, és a kinyilatkoztatásból választ kapunk. És ezért bízva reméljük, hogy nem falra hány borsó, amit mi teszünk, hanem van neki értelme. A pedagógia az soha nem direkt termő dolgon csinálhatja, hogy itt a meccés ideje, valaki csak egy évre bérel mondjuk egy szőlőt, meg tudja úgy metszeni, hogy teremjen annyit, hogy a következő évben semmi se legyen. Ez nem ilyen. Nem azonnal terem. Marcel Mihály mondta, az a tevékenység a pedagógia, ahol nem érvényesül az energia megmaradás törvénye. És mégis tennünk kell, nagy kegyelem az, hogyha valaki meglátja egy néhány éven belül, hogy volt értelme a tanításának, a pedagógus életforma vállalásának, mert visszajelzéseket kap. Sokszor nem is szóban, hanem úgy, hogy akiket tanított, azok példájából okulva, azt látva maguk is követték és jó úton járnak. De még ha nem kapjuk meg ezt, akkor is van egy nagy ígéretünk a Dániel könyvéből. Akik igazságra oktattak sokakat, ragyogni fognak, mint a csillagok. Ha most nem is látjuk, de ez kinyilatkoztatott igazság. És ezért, akik a tanítás nehéz munkáját vállalják, az egyrészt, azok egyrészt az irgalmasság lelki cselekedeteit végzik, másrészt a leghasznosabb dolgot a társadalom számára, mert a társadalom nem lehet meg igaz emberek nélkül. És ezért ne legyen kisebbségi érzetük, hanem legyen egy belső lelki derőjük, hogy ami a közösségnek, a társadalomnak, a hazának érték lehet, ahhoz hozzájárulnak, nem különben az Isten országa építésének. Hát a mai alkalom is legyen egy olyan szentmise, amikor kérjük az Urat, hogy adjunk nekünk erőt a tanításhoz, küldje a Szent Lelkét sok-sok hasznos meglátással, adjon kitartást, és ha csüggednénk, akkor is vigasztaljon a Szent Lélek, hogy van ennek értelme, amit teszünk. És a többit pedig, akár csak az irgalmasság testi cselekedeteinél, bízzuk a Jóistenre, hogy ő adja nekünk meg a jutalmat. Amen.